Üdvözlöm Önöket a heti TV híradóját látják. Belföld. Az októberi önkormányzati választáson 7 és ezer polgármester jelölt indul, 4 ötödük függetlenként, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az MVI adatai szerint bár még nem minden jogorvoslat zárult le, jelenleg 7499 nyilvántartásba vett polgármester jelöltből 6269 független. Budapesten a jelenlegi adatok szerint 23 kerületben 79 polgármester jelölt indul, vagyis kerületeként átlagosan több mint három, és ezzel itt a legnagyobb az induló polgármester jelöltek átlagos száma. Békés megyében 75 településen 211 polgármester jelölt van, Heves megyében 121 településen 331 jelölt, jász szolnok megyében 78 településen 210 jelölt van. Az egy településre számított legkevesebb polgárme polgármester jelölt Vas megyében van. Itt 216 településre 423 jelölt jut. A főpolgármester választásra négy jelöltet vettek nyilvántartásba. A Fidesz komolytalannak tartja az ellenzék kezdeményezését a klímaváltozás ügyében szerdára összehívott rendkívüli ülésnapra. Az országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése szerdán határozatképtelen volt, a kormány, valamint a Fidesz és a KDNP képviselője nem vettek részt a tanácskozáson. A nagyobbik kormánypárta rendkívüli parlamenti ülést követően közleményében emlékeztetett, december 12-én az ellenzék ugyanebben a témában hívta össze az országgyűlést. Az ülést akkor megtartották, de egyetlen ellenzéki képviselő sem vett részt rajta. A Fidesz-KDNP képviselői viszont ott voltak, idézi fel a közlemény. Ez is azt mutatja, hogy az ellenzék kezdeményezése komolytalan fogalmaz a Fidesz. Karácsony Gergely főpolgármesterként pályázati alapot hozna létre a fővárosi független színházak művészeti műhelyek támogatására. Az ellenzéki főpolgármester jelölt a második kerületi Átrium színház előtt azt mondta, programjának fontos része, hogy a fővárosi önkormányzat létrehozna egy pályázati alapot a független színházi vagy más kortárs művészeti műhelyek támogatására. A pályázatokat szakmai alapon bírálnák el, közölte. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, nem engedhetjük el a kezét ezeknek a nagyon fontos kulturális értéket képviselő intézményeknek és társulatoknak, nem hagyhatjuk, hogy Budapest kulturális sokszínűsége egyszerűen azért csorbújjon, mert a kormány úgy érzi, hogy a hatalom logikájával kell döntenie kulturális ügyekben. Nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait, jelentette ki Nacsa Rinca, a kereszténydemokrata néppárt frakció szóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve. A kdnp s politikus kiemelte, minden migrációs útvonalon újra emelkedik az Európába igyekvők száma. Erre az uniós határügynökség a Frontex is figyelmeztetett a napokban, jegyezte meg. A kormánypártok meggyőződése, hogy nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait, mert a bevándorlók továbbra is özönlenek. Szögezte le Nacsa Lőrinc, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a török és görög útvonalon megduplázódott a migránsok száma tavalyhoz képest, és ők mind Európa belsejébe igyekeznek. Mindannyian a balkáni útvonalon szeretnék Európa belsejét elérni, és ennek jeleit a magyar határon is érezni, ahol kedden este egy nagyobb létszámú migráns csoportot fogtak el fűzte hozzá a KDNP és képviselő. Kitért arra is, hogy a migránsok miatt a nyugat-balkáni országokban is érezhetően nő a feszültség. Az MSP szerint a kormánynak több okból is érdeke a gyenge forint, ami ugyanakkor a magyar családoknak rossz, mert csökken a pénzük vásárlóértéke, értéke, mondta Szakács László, az ellenzéki párt pártelnök helyettese. A szocialista politikus kifejtette, a kabinetnek azért is jó a gyenge, jelenleg 334 forint körüli euróárfolyam, mert a költségvetésben még 311 forinttal számolt. Az Európai Unió legutóbbi 2 milliárd eurós átutalásával, így 50-60 milliárd forintos nyereségre tett szert. Kiemelte, hogy a kormánynak emellett a gazdasági mutatók kozmetikázására is jól jön a gyenge forint. Szakács László felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök 2005-ben még ellenzékben elfogadhatatlannak nevezte, hogy bizonyos gazdasági összefüggések kedvezőbb tétele érdekében szándékosan lerontják a munkával megkereshető jövedelmek vásárló erejét. <kül> Külföld. Frank Walter Steinmeier német államfő visszautasította a Lengyelország második világháborús jóvátételi követeléseit, és azt mondta, hogy nem ez a megfelelő módja a múlt feldolgozásának. A német elnök olaszországi hivatalos látogatása előtt nyilatkozott a Corriere della Sera című olaszlapnak. Steinmeier szerint úgy lehet csak előrelépni, ha az egykor szemben álló felek a múltat közös felelősségnek tekintik a jobb jövőjét. Remélem, hogy haladunk tovább ezen az úton Lengyelországgal, és nem veszünk el a jóvátételről szóló, múltban néző vitában, mondta a német államfő. Steinmeier szerint Berlinnek és Varsónak a megbocsájtás fájdalmas és egyhangú útját kellene taposnia, amelyet az előző nemzedékek megkezdtek. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az osztrák néppárt vezetője az Európai Unió külső határainak védelmét, a felelőtlen adósságpolitika büntetését és széndiokszidvámok bevezetését követelte az új Európai Bizottságtól. Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságnak most esélye nyílik arra, hogy a megfelelő helyre tegye a hangsúlyokat Európában, mondta. Különösen fontos, hogy végre tisztességesen védjük a külső határokat, és végleg megállítsuk az Európai Unióba irányuló illegális migrációt, tette hozzá. Kurt szerint mielőbb, ha lehet még 2024 előtt tízezerre kell növelni az EU határ és partvédelmi ügynöksége számát. Az ügynökség munkatársainak emellett új mandátumra van szükségük, hogy hazatoloncolhassák, vagy biztonságos harmadik országba szállíthassák a tengeren felvett migránsokat. Az Európai Unió tavasszal úgy döntött, hogy 2027-ig tízezerre bővíti a frontex munkatársainak számát. A brit munkáspárt kormányra kerülése esetén teljesen új megállapodást dolgoznak ki az Európai Unióval a brit EU tagság szűnésének feltételrendszeréről, és ezt népszavazásra bocsátaná, írta a legnagyobb brit ellenzéki erővezetője. Jeremy Corbyn szerint a referendumon a választók arra is voksolhatnának, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU tagja. Corbyn a The Guardian című baloldali brit napilapban közölt írásában kifejti, hogy a Labour vezette kormány új vámunió kialakításáról egyezne meg az EU-val, és szoros viszonyrendszer tartana fenn az Európai Unió egységes belső piacával is. A konzervatív párti brit kormány a Vámunióból és az egységes piacról is ki akar lépni, mivel álláspontja szerint a további tagság az EU e két sarkalatos integrációs szerveződésében olyan feltételek teljesítési követelményével járna, mindenek előtt a bevándorlás szabályozásában, mintha az Egyesült Királyság ki sem lépne az EU-ból. Új biztonságpolitikai dimenzióra mutat rá a szaudarábiai olajlétesítmények ellen szombaton elkövetett támadás. Mindössze néhány 10 millió dollárnyi fegyverrel sikerült megbénítani a világolajtermelésének 5%-át, mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette, az Egyesült Államoknak és Szaudarábiának nincs jó lehetősége a reagálásra, megtorló csapást ugyan kezdeményezhetnek, de az csak súlyosbítaná a helyzetet. A szakértő szerint Donald Trump amerikai elnök reakcióját nehéz kiszámítani, de ha kiderül, hogy irán felelős a történtekért, akkor katonai lépések várhatók. Gyarmati István elmondta, az elmúlt napok sajtóinformációi dróntámadásként kezelték a szombaton történteket, de a legújabb hírek szerint nem drónok, hanem cirkáló rakéták végezhették a támadást. Még nem lehet tudni, hogy a fegyvereket honnan indították, de hangsúlyos az a verzió, mely szerint Jemenből, Iránból vagy Délirakból indították a támadást. Fűzte hozzá. Liberman megígérte, nem engedi meg, hogy életképes kormánykoalíció alakításának hiányában harmadik választást írjanak ki a zsidó államban, de azt is leszögezte, nem vesztegeti az időt hosszas alkudozgatással. Be is jelentette tehát követeléseit. Szekuláris kívánság listájában szerepel az ultraortodox zsidók sorkötelezettsége, a sabáti közlekedés és kereskedés engedélyezése, harádi oktatási standardok meghatározása és más intézkedések. Tervei szerint egyetlen pártvezetővel sem tárgyal, amíg el nem fogadják feltételeit. Áll a The Times of Israel összeállításában. Enyhített azonban a jobb oldal irányában használt hangnemén, politikai riválisként nem ellenségként utalva az ortodox zsidó pártokra, illetve hajlandóságot mutatva, hogy egy Benjamin Netanyahu által vezetett kormányban foglaljon helyet. Az arab pártokkal való összefogást abszurd ötletnek nevezte. Ne az időnket, az egyetlen lehetséges úton kell végigmennünk, amilyen gyorsan csak lehetséges, jelentette ki Lieberman egy egység kormány felállítására utalva. Gazdaság. A magyar gazdaság gerincoszlopa az autóipar, ennek fejlődéséhez elengedhetetlen a beszállítói ipar folyamatos fejlesztése, mondta a külgazdaság és külügyminiszter a tömegközlekedési eszközgyártás területén tevékenykedő Hübner Hágumi és Műanyagipari Kft. 3,4 milliárd forint értékű beruházásának Bokréta ünnepségén Nyíregyházán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a német tulajdonú vállalkozás termékeinek 98%-át exportálja, ezáltal a magyar export teljesítményhez is hozzájárul. Egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy a magyar járműipar egy év alatt 10 000 milliárd forintnyi termelési értéket állítson elő, hangoztatta a miniszter. Hozzátette, ez teljesen reális célkitűzés a következő egy-két évre, mivel a szektor 2018-as 8500 milliárd forintos termelési teljesítménye 13%-kal növekedett az év első hét hónapjában. Végül az időjárásról. Hazánkban ma délelőtt alapvetően napos időre készülhetünk, de helyenként fátyolfelhők is lesznek az égen. Csapadék nem alakul ki. Délután a több órás napsütést továbbra is legfeljebb fátyolfelhők felhők szűrhetik, csapadék nem lesz. A szél nap közben élénk északi lesz, hajnalban 2-7 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 15-20 fok között alakul, késő este 12-17 fok lesz. Híreinkről bővebben a heti illetve a BrayerPress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!